A komáromi Agel Kórházban hétvégén, azaz május 15-én és május 16-án immár másodszor szerveznek tömeges oltást. Iskola példa az önkormányzat és az oltóközpontot működtető kórház összefogása. Hatalmas léptekben halad az oltási program előre, a Pfizer-BioNTech vakcináját kapják meg az igénylők. Oltóközpontok már több helyen vannak, de mindig a vakcina a kérdés, hogy mennyi vakcinát kap egy központ, és hát a Komáromi Kórház az első közt kezdte el az oltást. Az egyik legjobban felszerelt oltóközpont Szlovákia szerte, hiszen azok a hűtőberendezések minden vakcina tárolására alkalmasak, amik itt vannak. Azonban eddig a probléma lényegét azt jelentett, hogy nem volt elegendő oltóanyag. Most ebben sikerült elérni áttörést, nem csak mennyiségbe, de én azt gondolom minőségbe is, hiszen látható az, hogy a legtöbb igénylő a Pfizer, vagy ahogy az értesítésekben szerepel, a Comirnaty vakcinát kéri. A városvezetés rendőrszolgálatot, kordonokat, ülőalkalmatosságot és palackozott vizet biztosít. Emellett az önkormányzati képviselők közül néhányan az adminisztrátori feladatokat látják majd el. Nagyon fontosnak tartom, igen, hogy beoltassuk magunkat, mivel talán ez az egyetlen kiút abból, hogy visszatérjük a régi életünkhöz, tudjunk mozogni, gyermekeink tudjanak iskolába járni, és mi is tudjunk dolgozni. Úgyhogy ezért tartom nagyon fontosnak, hogy aki teheti, és aki úgy érzi, az oltassa be magát a koronavírus ellen. Nagyon jó, hogy végre itt Komáromban is megindult ez a tömeges oltás, és örülök annak, hogy kivehetem én is a részem ebből. Itt vagyunk reggel óta, segítjük a regisztrációt az oltóközpontban. A Komáromi Agel Kórház oltóközpontjában már hétköznapokon is képesek beadni naponta akár 700 oltást. Mindaddig, amíg nem kezdett a kórház és a városvezetés együttesen intenzív lobby tevékenységbe, ez a szám sokszor a 300-at sem érte el. A hétvégi tömeges oltások pedig napi 1000-1000 új beoltottat eredményeznek. Hetek óta rezonál a médiában, hogy a minisztérium és Szlovákia egyre több oltóanyagot hoz be az országba, de egyelőre ezt még nem tapasztaltuk. Eddig hetente oltottunk, tehát mindig munkanapokon, naponta 250-300 ember tudtunk oltani. Most, hogy megemelték az oltókapacitást, engedélyt kaptunk a hétvégi oltásra is, szombat és vasárnap 1000-1000 embert szeretnénk beoltani. Az oltási menetrendre vonatkozó szabályok is állandóan változnak. A kísérők már nem kaphatnak regisztráció nélkül oltást, figyelmeztet az igazgató helyettes. Május 6-án lépett érvénybe a minisztériumnak egy új rendelete, mely alapján már csak regisztrált kísérő személyt tudunk oltani. Eddig úgy volt, hogy az 70 év feletti páciens, kliens, ha kísérővel jött az első oltásra, a kísérőt regisztráció nélkül be lehetett oltani. Május 6-ától ez változott, mert a kísérő személynek is regisztráltnak kell lenni. Szlovákiában kizárólag AstraZeneca-val, Modernával, Pfizer-BioNTech-kel és Johnson & Johnson-nal oltanak, a készletben jelentős fennakadások voltak. A vakcinaháború, melynek következtében a Sputnik V-t bár leszállították, de végül a helyi hatóság nem engedélyezte azt, kormányválságot okozott. Úgy fest, most talán kezd helyreállni a rend, legalábbis a vakcina ellátottságban.